A mai videóban a vízivásról lesz szó, arról, hogy milyen hibákat követhetünk el a vízivás során, amelyek negatív irányba befolyásolhatják esetleg a szervezetünk működését. Szeretettel köszöntök mindenkit! A napfény után a víz a második legfontosabb táplálék az ember számára, a víz nélkül nehezen élnénk túl. Az emberi testnek több, mint a fele víz, így már csak ebből a tényből levonhatjuk a következtetést, hogy az, hogy mennyit, hogyan, miként fogyasztunk belőle, nagyon nem mindegy. Az első probléma a túl sok vízivása, tehát ha túl sok vizet iszunk. Ha túl sok vizet iszunk, felhígítjuk a vért, az ásványi anyagokat, kifejezetten a sót, azaz a nátriumot, és eljuthatunk egy olyan állapotig is, amikor kritikusan alacsony lesz a nátrium szintje a vérben, ami súlyos fizikai állapotokhoz is vezethet. Ez a probléma gyakran fordul elő például nyáron, amikor a nagy melegben ugye hajlamosak vagyunk nagy mennyiségeket inni a vízből, vagy mondjuk intenzív edzések után, amikor szintén sokat izzadunk. Itt a megoldás, hogyha nagyon szomjasak vagyunk, keverjünk el a vízbe egy teáskanál tengeri sót, és a sós vizet ígyük meg lassan. A sós víz lassabban veszi el a szomjunkat, viszont hosszabb ideig csökkenti a szomjúságérzetet, és elkerüljük a drasztikusan alacsony nátrium szintet. A másik hiba, amit elkövethetünk, hogy túl kevés vizet iszunk. Ez hosszú távon növeli a vesekövek kialakulásának a kockázatát, mivel a vesekövek a sűrű, tömény környezetben fejlődnek ki, ahol kevés a víz. A víz szükségletünket nagyon sok tényező befolyásolja, például ha bármi miatt ugye sokat izzadunk, több vízre van szükségünk, vagy ha hasmenéses, hányásos betegséggel megyünk át, szintén ugye megnő a vízigényünk. Én a szomjúságérzetemre figyelek, és csak akkor iszom, amikor már komolyabban érzem, hogy szomjas vagyok. Nyáron, vagy ha például a fizikai tevékenységet végzek, inkább sós vizet iszom, mert ugye tudom, hogy a bőrön keresztül sok nátriumot is veszítettem. Ugye azt vissza kell pótolni. Ha csökkentjük a szénhidrát bevitelünket, vagy ha például hosszabb ideig böjtölünk, csökken az inzulinunk, és az alacsony inzulin szint nagyobb mértékű só, tehát nátrium kiválasztást eredményez. Tehát a szénhidrát bevitel csökkentésével, vagy a bőjtben töltött órák számának a növelésével egyenesen, arányosan nő a só, azaz a nátrium szükségletünk is. Egyébként a kálium és a magnézium is. A negyedik hiba, amit a vízivás kapcsán elkövethetünk, az az étkezések előtti, közbeni vagy utáni vízivás. Ha megiszunk akár csak egy pohár vizet étkezés előtt, közben vagy utána, azzal felhígítjuk a gyomorsavat, azaz a pH értékét lúgos irányba mozdítjuk el. Tehát nem lesz kellően savas a gyomor, így lassabban fognak az ételek lebomlani, ami növeli az ételallergiák és egyéb emésztőrendszeri problémáknak a kockázatát. Ez ugye más folyadékokra is vonatkozik. Az almaacetes víz azért kivétel, mert ott egy erősen savas folyadékot viszünk be, pont abból a célból, hogy erősítsük ugye a gyomorsavat. A következő hiba, amit elkövethetünk a vízivás kapcsán, hogy nem vizet iszunk, azaz a folyadékot egyén más itallal pótoljuk. A szénsavas italok, a kávé, az alkohol és a tea is dehidratálja a szervezetünket, tehát csökkentik a vízmennyiséget, más szóval a tiszta vízzel ellentétes hatást okoznak. Mind a kávénak, mind a teának ugye enyhe vízhajtó hatása van. A cukortartalmú italok, tehát például a szénsavas cukros italok, szörpök vagy a gyümölcslevek is dehidratálnak. A hatodik hiba a csapvízivás. A csapvíz tele van vegyszerekkel, baktériumokkal, hormonokkal, műanyagdarabokkal, ezt talán már sokan tudják, ugye sok helyen klór is van benne. A klór konkrétan gyulladásokat okoz. A szennyezett csapvízből kiváló ivóvizet készíthetünk otthoni desztillálókészülékkel, vagy kiszűrhetjük belőle a káros anyagok igen nagy arányát reverse ozmózisos berendezéssel. Sajnos az van a köztudatban, hogy a desztillált víz és a reverse ozmózisos víz kimossa az ásványi anyagokat a szervezetünkből, és veszélyes az ember számára. Ezt semmi sem igazolja, összesen nulla darab tudományos kutatás készült ezzel kapcsolatban az elmúlt 100 évben. Mindent összevetve a három legjobb víz a desztillált víz, a reverse ozmózissal tisztított víz és a hegyi forrásvíz. A következő hiba, amit a vízivással kapcsolatban elkövethetünk, hogy hosszú távon magas kálcium tartalmú vizet iszunk. Az ásványvizekben az ásványi anyagok szervetlen formában vannak jelen, így a testünk csak nagyon alacsony hatásfokkal tudja őket hasznosítani. Tehát az a kálcium, magnézium, vas, stb., ami a vízben van, nem ugyanaz, mint ami a növényekben vagy a húsokban található meg.
legnagyobb gondot itt az okozza, hogy nagyon sok embernél a gyomorsav meggyengült, nem elég erős, nem elég savas, és az első ásványi anyag, amelynek a hasznosulása romlik ilyenkor, az a kálcium. Amikor a szervezet nem tud mit kezdeni a kálciummal, elrakosgatja a test különböző részeibe. Ebből lesz ugye az érelmeszesedés, ami kálcium lerakódás az erekfalán, a vesekő, ami kálcium lerakódás a veséknél, a szürkehályog, ami kálcium lerakódás a szemeknél, az artritis, ami ugye kálcium lerakódás az ízületeknél, vagy a merev, kemény vállak, ami kálcium lerakódások a lágy szövetekben. Sok gondot okozhatunk magunknak, ha lúgos vizet iszunk. A gyomrunknak természetes módon erősen savasnak kell lennie, 1-3 közötti pH értékkel, ezért azért, hogy az ételek megfelelő módon lebomoljanak a gyomorban. Minél hosszabb ideig iszunk lúgos vizet, a gyomorsav pH-ját annál inkább eltoljuk az ideális savas állapotból a lúgos irányba. A reflux 10-ből 9 esetben nem azért van, mert sok a savunk, hanem pont fordítva, a kevés sav vagy a nem elég savas gyomorsav okozza. Ezzel a témával kapcsolatban betettem egy videósorozat linket a videó leírásába. És végezetül az utolsó hiba, amit elkövethetünk a vízivással kapcsolatban, hogy a lefekvés előtti 1-2 órában iszunk vizet. A lefekvés előtti vízivás szinte biztos, hogy éjszakai felébredéshez vezet, így megszakad a nyugodt éjszakai alvásunk. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha tetszett, segíts a terjesztésben, kedveld és oszd meg másokkal is. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!